Szó szerint véredet adtad ezért a mérkőzésért, sajnos nem jött össze a győzelem. Megéreztük a vérszagot, a második fél időben az 5-1-es védekezésünkkel tudtunk labdákat szerezni, illetve hibára kényszeríteni az ellenfelet, amit követően gyors lerohanásokból tudtunk labdákat szerezni, és ezeket értékesíteni. Majd több kettős ember hátrányú szituációinkból adódó jó helyzeteket is ki tudtuk használni, ebből visszajöttünk a mérkőzésben, de sajnos a végjátékot nem sikerült a javunkra fordítani. Én azt gondolom, hogy a hitünket semmiképpen nem szabad elhagyni, és mindig tüzeljük egymást az öltözőben, és hiszünk, és keményen dolgozunk, és mindezek után én úgy gondolom, hogy ennek előbb-utóbb meg kell, hogy jöjjön a gyümölcse, amiből majd építkezünk, és jobbak leszünk. Úgy tudom összegezni, és nagyon röviden, hogy ugye a 40. percben kezdtünk el kézlabdázni, és akkor kerültünk olyan állapotba, olyan sebességbe, ahogy ezt az egész meccset végig kellett volna játszani. Ott volt a támadójátékunk, a védekezésünk, a nyitott védekezéssel olyan agresszív és olyan sebességű, amit hiányoltam abban a fennmaradó 40 percben. Ami pozitívum volt, hogy nagyon komoly előnyt adtunk, főleg a második félidő kezdetén a Debrecennek és a Bona nagyon keményen visszajöttünk. Mindenképp szeretném megdicsérni Utasi Lindát, Rózsás Josephine-t, akik azt gondolom, hogy ezzel a fiatalos lendülettel, de egy hihetetlen fegyelmezett játékkal ebben komoly részesei voltak.